mobiltelefonja már szinte mindenkinek van, még a gyerekeknek is. Bár sokszor halljuk szüleinktől, ne telefonálj annyit, tedd már le a telefont, és inkább tanulj vagy olvass egy könyvet, de számunkra ez érthetetlen. Mi rossz van ebben? Annyi mindent lehet egy telefonnal csinálni. Zenét hallgatni, játszani. Gyerektársaimtól megkérdeztem, hogy ők mire használják leggyakrabban a telefonjukat. Van mobiltelefonom, mikor harmadikos voltam, akkor kaptam az első telefonomat. Most újat kaptam, és leginkább YouTube-ozni szoktam rajta, és a kedvenc YouTube-osomat nézem, Dancsó Pétert. Van a telefonod, és ha van, akkor mire használod a leggyakrabban? Én nekem nincsen, mert anyukám még nem engedi, de azt mondta, hogy, hogy jövőre fogok kapni telefont, és már nagyon várom. Van-e mobiltelefonod, és ha van, akkor mire használod a leggyakrabban? Van mobiltelefonom, és a leggyakrabban szoktam telefonálni a barátaimhoz, játszani szoktam rajta, hát, és nagy része ennyi. Mivel én még másodikos vagyok, attól még van telefonom, csak az iskolában nem hordhatom, mert az anyukám meg az apukám fél, hogy elveszítem, de a leggyakrabban telefonálásra, meg játszásra használom, meg nézegetem a fotókat, amiket eddig lefotóztam. Nekem van mobiltelefonom, és a leggyakrabban telefonálásra, Facebookozásra és rendelésekre használom. Van telefonom, és az eredmények.com-on szoktam megnézni a foci eredményeit leggyakrabban. Van mobiltelefonom, karácsonykor kaptam, és leggyakrabban a szüleimmel és a barátaimmal kapcsolattartásra tartom. Én még csak most nemrég kaptam a telefont, és ezért még csak most gyakorlom az SMS-ezést. Van mobiltelefonom. Az első mobiltelefonomat harmadik osztályban kaptam. Leggyakrabban természetképek nézegetésére használom, de ha látok valami természeti jelenséget, akkor le is fotózom. Tavaly kaptam az unokatestvéremtől, mert ő már nem használta, és én zenehallgatásra szoktam használni. Arra is kíváncsi voltam, hogy szerintünk milyen mondják folyton a felnőttek, hogy káros a sok telefon használat. Én úgy gondolom, hogy elrontja a szemünket, ha nagyon sokat használjuk a telefont. Szerintem a szülők azért gondolják, hogy túl sokat használjuk a mobiltelefont, mert az elvonja a figyelmünket a tanulásról. Véleményem szerint, hogyha találunk valami nagyon jó dolgot a telefonon, rögtön meg akarjuk venni, és ez az agyunkat megőríti. Szerintem azért rossz a telefonhasználat, mert függőséget okozhat. Szerintem azért rossz a gyakori telefonhasználat, hogy a barátainkkal nem személyesen kommunikálunk, hanem így telefonon keresztül. Ha szeretnéd, hogy a te iskoládba is ellátogassak, jelentkezzetek a képernyőn látható e-mail címen.